Itt a karácsony, Mikulás, egyre dúsulnak az ünnepek, és hát így az ajándékok becsomagolása is aktuálissá válik, és hogyha valaki az én kézügyességi szintemmel rendelkezik, akkor bizony komolyan meggyűlhet a baja ezzel. De hát itt van velünk Varga Judit, kreatív blogger, aki most csomagolási technikákat hozott nekünk. Így van, sziasztok! Próbáltam olyan ötleteket hozni, amihez tényleg nem kell kézügyesség, és mégis mutatós lesz a végeredmény. Tehát például az egyik kedvencem, amit már évek óta szoktam használni, az ez a kis ridikül forma, amiben igazából bármilyen olyan ajándékbe csomagolható, aminek puha a formája, hogyha egy keményebb papírt választunk hozzá. Tehát ebben például egy kis törölköző van becsomagolva. Ez egy könnyebb törölköző, de mi van azokkal az ajándékokkal, ami például nálam is problémát szokott jelenteni, amiknek ilyen iszonyú fura alakja van, és azt például nem is tudom, akár mondjuk egy parfüm, amit mondjuk kiveszek a dobozból, nem azzal szeretném átadni, egy parfümnak van egy olyan alakja, amit nem lehet szépen becsomagolni, és akkor a végén lesz belőle egy ilyen össze-vissza húzat. Igen, de az sem mindegy, hogyha a szaloncukor forma, akkor az milyen papírból, mert azt viszont meg nem lehet kemény papírból, mert akkor nem lesz szép a két szélén az összehúzás. Tehát ahhoz kifejezetten egy ilyen puha, celofánszerű Judit, mutass nekem valamit, hogy egy picit most ne legyek annyira szégyenben a karácsonykor, és hát a csomagolásom ne csak egy dobozból álljon. Például itt van ez a párnahúzat, aminek szintén ugye össze-vissza lehet a formája, attól függően, hogy csomagolod be. Lehet azt is, hogy hosszabb, mint egy palacsintát így feltekered, és akkor egy ilyen hosszabb rútszerű formát készítesz vele, de lesz? Lehet... Most legyen így akkor. Igen, legyen például egy ilyen kis táska. Igen. Igen, és ezt úgy érdemes ugye tenni, hogy a papírt minél jobban rá tud borítani. Uh-huh. Én egyébként sosem celluxot szoktam használni, hanem mindig két oldalas ragasztószalagot. Esztétikusabb, igen, nem csillogott a szélén a cellux, és ezt ugye mindig a papírra ugye ráragasztjuk, vagy hogyha nem szeretjük a két oldalas ragasztószalagot, igen, akkor még mindig jól jöhet a ragasztópisztoly. Uh-huh. Ennél ugye azért mondjuk kicsit figyelni kell, hogy ne folyjon ki a szélén a ragasztó, mert az sem szép. Viszont ehhez a csomagoláshoz, ehhez a kis táskához például pont jól jön, mert a gyöngysort, ami igazából ugye a táskának a fül, az pont ezzel lehet rögzíteni. Van, igen, azt azért mondjuk el, hogy ez már-már egy ilyen vékonyabb kartonpapír vastagságú, szóval nem a klasszikus csomagoló papír. Így van. Meg vagyok. Első lépés megvan. Igen, igen, most ugye le kell róla húzni ezt a védőréteget, mert igen, akkor fog ugye rátapadni a másik papírt, jó? Uh-huh. Mennyire vannak trendek karácsonyi csomagoló papírban? Mindig előjön minden évben valami új, de nem is inkább a csomagoló papírban, hanem a technikákban. Tehát például van ugye az, amikor teljesen natur csomagoló papírt mi magunk mintázzunk be, akár filctól segítségével, vagy akriltól segítségével. Most kell egyébként behajtani a két oldalt. Most eddig nagyon könnyű volt, és most jön a neheze. Most jön a neheze, de igazából így két oldalt, mint amikor könyvet csomagolsz, behajtod, és hátrahajtod az egészet. Mutatom, hogy így látszódjon. Aha. Uh-huh. És ugyanezt megcsinálod a másik oldalon. Értem. Most ezt rögzítsük először? Nem muszáj, hajtsd be szerintem a másik oldalon, és akkor utána, amikor látod, hogy mind a kettő ugyanolyan, akkor lehet rögzíteni. Azt is egyébként két oldalas ragasztószalaggal. De hogyha nem azzal szeretnéd, akkor mindig van egy nagyon jó ötlet. Ez az egyik kedvencem, az pedig a dekortapaszt. Aha. Ami meg ugye egy díszes ragasztószalag, amivel szintén lehet marha jól dekorálni. Segítesz nekem akkor ebben? Igen. Is. Nagyon örülök, hogy a 20-as éveim végére megtanulok csomagolni. Na figyelj, ezzel tényleg... például rövidre zárjuk rögtön azt, hogy igen, ez oda tapad, megoldás. Így van, és megfordítjuk, hogy igen, átmehet akár az elején is. Így. És tényleg egy plusz dekorációt ad magának. Igen, az a jó, ugye, hogyha ráfeszül szépen, most nyilván most picike egy picit az asztal, és nem tudjuk olyan szépen eldolgozni, de ugye ez a része már megvan, és ide kell már csak a fület beragasztani. Beragasztjuk, igen, és kész is a kis táska gyakorlatilag. Igen, ez nagyon-nagyon lenyűgöző. Igen, igen, nagyon jól néz ki. És egyébként, hogyha mastit meg nem tudunk kötni, akkor azokat meg lehet már készen is venni. Tehát igazából nem kell azzal bajlódnunk, hogy béna lesz a mastni, jaj, nem sikerül, készen megvesszük, és egyszerűen ragasztópisztolya rá lehet ragasztani. Nagyon szépen köszönjük, Judit, akkor odajön. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, hát egy kis táska becsomagolás el is készült.